Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Srácok, azzal indítám a videót, hogy ami feltörhető, vagy megkerülhető, az meg is lesz kerülve, és fel is lesz törve. De, biztos hallottátok, hogy most arra az Activision, illetve az Infinity Ward meglepő lé módon egy elég kemény és jó megoldást talált ki a cheaterek ellen, ami a Call Duty-t illeti, és talán az egyetlen olyan cég jelen pillanatban odakint, ami az egyik legkeményebb lépést tette meg a cheaterek ellen, és egyelőre úgy néz ki, hogy nem sokat tudnak tenni ellene a cheaterek, még azok sem, ugye, akik fizetnek a cheatért, úgyhogy Ja, egyre kevesebb cheatert fogunk látni a Call of Duty Warzone-ban, illetve a Call of általánosan, és ez azért már egy jó indok számomra is, például, hogy mondjuk elkezdjek Battle royale egy kicsit komolyabban. Na, de nem nagyon szerettem Battle royale a különleges képességű emberek miatt, viszont most, amit az Activision kitalált, illetve az Infinity Ward kitalált, a cheaterek ellen az egyszerűen nagyon jó lépés és nagyon kemény lépés, és nagyon sokan ráfáztak a cheaterek közül ezekre. Olyan magaslatokig mentek a cheaterek, hogy új hardvert vásároltak egészen új alaplapig, vagy esetleg videókártyáig megváltoztatni IP címet, mindent is egyszerűen nem működik neki. Gondol végig, hogy fizetsz egy 30 dolcsit, 20 dolcsit havonta egy cheatér és egyszer csak bedöglik az a cheat és elmész és vásárolsz egy 300 dolláros alaplapot, mert hogy te cheatelni akarsz a Call of Duty-ban. Nem tudom kinek ment el íz az esze, de elment az embereknek ennyire az esze, hogy ezt csinálják és a különböző ilyen cheater fórum oldalakon könnyű őket megtalálni a Google-on uh, rá lehet keresni, arról írnak, hogy ha hát, ő lecseréltem ezt, lecseréltem azt, ilyen szoftver, olyan teljesen új Windows, és sehogy sem működik nekik a csítjük. Ugyanis az Activision kitalálta azt, hogy mostantól, hogyha ugye a Warzone-nal szeretné játszani, mert ingyenes játék, ugye Activision account kell, uh, gyakorlatilag és azt pedig egy telefonszámhoz kötik, simkártyához kötik, kérem szépen, és anélkül nem játszasz. Természetesen beregisztrálod magad, elkezded játszani, vásárolsz egy csítet, hogy, hogy is ne, de amint a rendszer észleli, hogy te csítesz, vagy feljelentenek is jogosan, hogy te csítesz, akkor bannolják a telefonszámodat. És azon telefonszám alapján uh, te azzal az account még nem játszod. Nem beszélve arról, hogy azonnal bant nem kapsz állítólag, egy-két nap után kapsz bant, de addig is össze leszel rakva, hogyha cheatersz, össze leszel rakva más cheaterekkel, és utána egy-két napon belül bannolják azt a bizonyos accountot. Ez és akkor kérdezhetitek ott, hogy igen, igen, de mi van a Google telefonszáma, meg mi van a különböző olyan weboldalakkal, amelyik csak úgy telefonszámokat biztosítanak, tehát nem kell hozzá szimkártya. Na most elméletileg ezeket is szűrni tudják, továbbá felismeri a rendszerük, hogy ez nem egy hiteles szimkártya telefonszám, így nem engedi a regisztrációt. Igaz, ez ugye a Google-ös telefonszámra is. Szóval azok, akik ezen keresztül akarnak csítelni, azok amúgy is újra, meg újra, meg újra kellene regisztrálni egy új telefonszámot, hogy csitehessenek, de a rendszer szűri ezeket a telefonszámokat, és tudni fogja, hogy nem egy rendes szimkártyával vásárolsz. Hát akkor ugye természetesen mi lesz, vásárolsz egy új szimkártyát lehetséges, az is valami, de aztán előbb-utóbb úgy is lebuksz, aztán megint, <laughs> aztán megint ki lesz a bannolva, veheted az új szimkártyát, szóval nekem ez fárasztó, mint hogyha ö, nem csítelnék, vagy nem fizetnék azért a csítért, szóval ez így fog működni, hiába cserél le a hardware hiába telepítesz friss új Windows-t, hiába csinálsz bármit egyszerűen, egyelőre megkerülhetetlennek látszik a rendszer. Nem azt mondom, hogy nem fogsz belefutni cheaterekbe, de egyre-egyre kevesebbet, mert hogy nem éri meg a fáradtságot és a pénzköltséget, hogy cheateljünk. Aztán természetesen ugye, kitérnénk a, a, a kínai részlegre is, hogy a Kínában azért notóriusan szeretnek cheatelni az emberek. Nem, hát nem feltétlenül, egyszerűen ott az, hogy csítesz a játékban, teljesen normálisnak hatott, nem is úgy hívják, hogy cheat, hanem segítség, tehát egy játék segítség, és, és, egy olyan elfogadott rendszer az, hogy ha bemész egy netkávézóba, vagy sokszor sok játék, multiplayer játék Kínában tiltott, ezért VPN-nel játszanak európai, illetve amerikai szervereken, és sokszor a netkávizók, például az emberek beülnek így játszani, azok ajánlanak egy accountot, és ennyibe kerül, mondjuk 20 dolcsi, és jár mellé egy aimbot. Vagy egy VH, VA, értitek, amit mondok. Szóval ott normálisan elfogadó. Viszont ott is ugye arról lesz szó, hogy telefonszámot kell regisztrálni, viszont állítólag Kínában állítólag, nem tudom, igazolja vissza valaki, aki tudja, azért nem olyan könnyű szímkártyákhoz jutni, úgy, mint most nálunk Európában, bemész minden másikból, veszel egy e, simkártyát, az kész, szóval valószínűleg az embereknek nem nagyon lesz kedvük e, csítelgetni, ott se nagyon. Ez durva, ez jó, ez nekem számomra azt indikálja, hogy az Infinity World, illetve az Activision hosszú távon tervez, a, a, a warzone azt indikálja, hogy mivel hosszú távon tervezek, nem akarják elidegeníteni a játékosokat. Lásd, ugyebár PUBG, a cheaterek, a, a gyenge hotfixek és a többi, tehát közel olyan népszerű a játék, pedig nagyon durva jövője uh, lehetett volna ezen a téren. És a Warzone olyan plegykák is terjednek, hogy a Warzone ebből a szempontból össze fogja kötni az összes eljövők Call of Duty, tehát össze lesznek keverve pályák, és esetleg fegyverek, nem tudom, de a lényeg az, hogy valamilyen szinten a warzone benne lesz az összes többi Call of Duty. Ez a lényeg, szóval, és egy, 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 ilyen lépéssel, tegyük fel, hogyha nem tudom, hányan hány regisztráltak játszanak, mert a játék, vagy 60 millióan, hogyha 55 millióan csalnak mondjuk ebbe a játékba, és marad csak 5 millió játékos, még az is nagyon durva. Ha 1 millió játékos marad, ha 100 ezer napi játékos marad ezen a játékon, csítelés nélkül, ez akkor is egy hatalmas uh, eredmény. És a, a tény, hogy egy ilyen, uh, hogy is mondjam, rossz hírnevű uh, kiadótól jön, mint az Activision Blizzard, um, ez, ez, ez egy kicsit jobb hírnévbe teszi őket szóval na, emiatt. Ez, ez most jó és oké, okay, hogy benne van a Call of duty be ebbe a Call of duty -be az hogy lehet, hogy favorizál a játék hogyha vásárolsz uh, lehet, hogy mit tudom én, ilyen olyan dolgok vannak benne, amit az emberek mondanak hogy ha kempelsz, akkor favorizál a játék, igen, a pályák úgy vannak megszerkesztve, igen de még mindig az elmúlt évek egyik legjobb Call of hogy őszinte legyek, legalábbis számomra. Már csak egy dolog hiányozna nekem a sima multiplayerből, az pedig a térkép szavazás, és akkor ki lehetne szavazni azokat a térképeket, amelyeket a közösség nem szeret, mert hogy úgy vannak megalkotva, hogy segítse, hogy is mondjam, kevésbé mozgékony társainkat. Szóval, ja, harcra felsátszok, egyelőre így néz ki, meglátjuk, hogy mennyire lesz hatékony ez a rendszer, de mint mondom, egyelőre az ilyen fórumokon megy a sírás, hogy nem túl megkerülhető a rendszer, ha megkerülik is, ideig, óráig tudják fenntartani ezt a, azt a, azt a bizonyos csak utána újra ki vannak bannolva az emberek. Ja, meglátjuk. Nos, a kérdés a következő, te csíteltél-e, fizettél-e valamiféle csítér ebben a játékban, illetve, hogy állsz most? Működik? Nem működik? Ha már, ha, ha van elég vér a buzádba, hogy leírt, hogy igen, én csíteltem, kipróbáltam, fizettem egy cheatért, és mi történt? Ki lettél bannolva? Még nem lettél kibannolva? Blablabla. Bla, bla, bla. Tudjátok? Na, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, Sziasztal.